szépen kell bánni velük, szépen meg kell magyarázni, és úgy kell megoldani, hogy mindenkinek mindig jó legyen. Főleg a rászorulóknak, az idősöknek. Orosz József Attilának hívnak, és 2019 óta vagyok falugondnok. Idén nyáron részt vettem a falugondnoki képzésen, ami Szombathelyen volt, 4x5 nap, szóval 4 hétig voltam ezen a képzésen. Nagyon jó volt ez a tanfolyam számomra, hisz többféle emberrel megismerkedtem, és mindenkitől tudtunk egy-egy kicsit csipegetni, tapasztalni, hiszen minden önkormányzat másképpen áll hozzá a dolgokhoz. A legelső feladatom reggel a közmunkásokkal való konzultálás. Miután a közmunkások el vannak indulva a munkájukra, télen a füttés bekapcsolása, kazán beindítása az egyik fő feladat. 7:30-kor óvodásokat szállítok a káptalanfai óvodába, és utána megbeszéljük a lányokkal napi feladatokat, hogy vannak-e valami betegszállítás, vagy valami ehhez hasonló nagyobb csomaghordás, meg ilyesmi. A polgármester úrral úgy szintén minden nap kell konzultálni, hisz ezek a feladatok, ezek napról napra változnak. 11:30-kor ebédhordás. Az ebédhordás a káptalanfai óvodából történik. Közben azért rá kell nézni a közmunkásokra is, hogy hogyan haladnak, miként haladnak, van-e valamire szükségük. Utána folytatjuk a ténykedéseket. Jó magunk is, az önkormányzat is művel kis kerteket. Veteményessel szoktunk foglalkozni, ami igazándiból a Start munkaprogramban tevékenykedik. Utána jön a óvodából haza szállítás, a gyerekeket hazaszállítom óvodából. Ha olyan feladat van, mert többször fordult elő betegszállítás, amikor 4 órára kellett vinni a beteget. Tehát, hogyha 6 órakor végzek, akkor 6 órakor végzem. Így telnek napjai. Itt nagyon alkalmazkodni kell. Hogyha az ember tud alkalmazkodni, akkor meg tud oldani minden feladatot. Hogyha oda megyünk mondjuk egy 80 éves mamához, és megkér valamire, ezt nagy örömmel, én ezt meg is teszem, és akkor a mama nem győz hálálkodni, ez nekem nagyon jó érzés, többet ér bárminél. Szociális munka az nem csak munka, de igazándiból akinek türelme van, és szívből és lélekből tudja elvégezni ezeket a feladatokat, azoknak mindenféleképpen ajánlom.